Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, Önök az Örök Evangélium a Változó Időben című műsort látják. Mai beszélgető partnerem, Heizer Kornél, barátom, testvérem, a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének elnöke, vezető pásztora. Szeretettel köszöntelek, kedves Kornél. Köszönöm. Isten hozott itt a stúdióban. És mindjárt az elején szeretnélek megkérni arra, hogy, hogy Mondjál pár szót magadról, mit jelent neked a keresztény hited, mit jelent a motorozás, hogy talált ez a kettő egymásra? Hmm. És mindenkit nagyon sok szeretettel, tisztelettel köszöntök, és köszönöm a megtisztelő meghívást erre a beszélgetésre. Hát röviden magamról talán annyit, hogy a szakállam színéről látszik, hogy az én nem mai gyerek vagyok már, hanem öreg motorosnak öreg is lehet motoros. nevezni. igen. Hmm. Ö, és ö, hát hogy kicsit magamról beszéljek. Ö, Pécset születtem 1958-ban, tehát ugye abban az időben még azért népköztársaság volt beleírva a személyünkbe, anyakönyvi kivonatba és egyéb igazolványainkba. Tehát elég régen volt ez már, és ö, egy, egy, olyan családba születtem, Isten úgy ö, olyan, az ajándékozott meg, hogy egy olyan szülők gyermeke lehet, középső gyermeke lehetek, akik hitben éltek, és ezt a hitet gyakorolták abban a történelmi időszakban is. És, és hát egy gyülekezetbe, és tanítottak az Isten igazságaira, a bibliai igazságokra, és ezt úgy szépen lassan a gyülekezetben is tanultam, és egy olyan gyülekezetben nőthet, nőhettem fel, a Pécsi-Baptista gyülekezetben, ahol azért, az egy nagy gyülekezet volt, olyan 60-70 fiatallal, tehát egy nagyon jó fiatal gyermekkorom volt, és ott értettem meg 15 évesen, hogy, hogy nem csak alapigassága az, amit megtanultam, és igazából elhittem, és ez egy evidencia volt, hogy van a Teremtő Isten, az élő Isten, és van Jézus Krisztus az ő fia, aki a Megváltó. És 15 évesen rám szakadt ez a felismerés, egy hatalmas felismerés, hogy nem csak az a Megváltó, úgy általában mindenkié, hanem az enyém. És hogy, hogy ezzel szembe kellett nézzek. És akkor ezt elmondtam a szüleimnek, elmondtam a lelkipásztornak, és akkor nem sokára ezt a döntésemet, ezt a felismerésemet, döntésemet, hogy Jézus Krisztust akarom követni, ezt a bemelítkezésemmel, úgymond nyilvánosságra is hoztam. És na innen indult úgymond a, a Jézus Krisztust követő életem, ami egy kis Hát azért voltak benne, hogy mondjuk némi diszonanciák, mert a, a világnak a szele engem is elért, megcsapott, és, és hát miközben tanultam, aztán egy szakmát szereztem, és egy olyan céghez kerültem, ahol kevés volt a szakember abban az időben, és elég fiatalon egy felelős beosztásba kerültem, a minőség ellenőrzés volt a feladatom. És, és hát sok, hogy mondjam, tehát hogy nem tudtam jól kezelni azt, hogy, hogy jól keresek, és azt, hogy, hogy a szakmám miatt úgy szükség van rám, és úgy elismernek, és néz, belnéznek rám, és, és ezt a, úgymond a népszerűséget kihasználva sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az akkori fiataloknak az életformáját egy rövid időre kipróbáltam, ami azt jelenti, hogy ugye bulik, ö, ö, akkor a csajoknak a hajkurászása, tehát hogy, hogy ez az időszak úgy megcsapott engem, de aztán Isten nem hagyott benne sokáig ebben a történetben, hanem nagyon rövid idő alatt kimentett ebből, akkor volt egy autó esetem, és akkor értettem meg azt, hogy nem jó úton járok. És, és akkor Istentől bocsánatot kértem, és visszaálltam arra az útra, ami a Jézus Krisztus követéséről szól, és ettől kezdve komolyan vettem azt, hogy szeretnék, Jézus Krisztusnak a követője lenni, tehát ha már keresztény vagyok, akkor tegyem azt, amit ez a szó jelent, és kövessem Jézus Krisztust, és engedelmeskedjek neki, és tehát így indult el az életem. Megházasodtam azt később. Aztán megint Isten a közös életünkbe beleavatkozott egy kicsit, mert elkezdtünk, tehát vállalkozó lettem, igaz, akkor kisiparosnak nevezték okay. még, de most tudjuk, hogy ez mit jelent. Igen. A szakmámban vállalkozó lettem, bőrkonfekcionálásra foglalkoztam egyébként, bőrruhákat, mint ami rajtam is van. Ilyesmiket is ennél komolyabb. Erről még jó? Darabokat vartam, igen, tehát, és ez nagyon jól ment, mert kevés ilyen szakember volt, és abban az időben a bőr dolgok azok szárnyaltak, tehát, hogy nagy volt rá a kereslet. És, de aztán mi, amikor a feleségemmel összezárás, mert ő is egy olyan családból származik, akik a szülei hitben nevelték fel, és ő is döntött Jézus Krisztus követése mellett. És és akkor együtt ránk szakadt az, hogy mi annyira sok szeretetet, tehát kegyelmet kaptunk, mm. szeretetet Istentől, Jézus Krisztus által, hogy, hogy mi szeretnénk megérteni azt, hogy milyen terve van velünk. Mert, hogyha van valami nagyon konkrét terve, és egy kicsit eltér úgy általában az általánosságtól, hogy dolgozunk, gyülekezetbe járunk, meg szolgálunk, ahogy tudunk, ha van egy konkrét dolog, akkor mi arra sz abba szeretnénk egy engedelmesek lenni, és elég intenzíven imádkoztunk ezért a vezetésért, és aztán egyszer Isten meg megadta a felismerést. Én egy Isten voltam voltam, hétvégén feleségem otthon volt a kislányunkkal, és akkor értettem meg, hogy hogyha, és Isten azt mondta, azt, tehát azt értette meg velem, mondta így is, merem de. ezt kijelenteni, hogy mondta az ő szelleme által, hogy ha komolyan gondolom ezt, amit, amit kérdezgetek tőle, akkor ő azt kéri, ami nekem fontos, vagy nekünk fontos, azt mindent engedjünk el, és adjuk át neki. Aha. És ugye akkor azért volt egy-két fontos dolog az életemben, mint a vállalkozás, a, a házunk építése, a, hát a családi biztonság, mert a szüleim, testvéreim, barátaim, tehát egy, egy, egy gyülekezeti biztonság, tehát egy, egy olyan kellemes klíma vett körül, ami azért biztonságot és egy jó érzést adott, és hogy akkor ezt mind engedjük el, és adjuk át neki. És akkor a gyülekezetbe voltam akkor egy hétköznapon, és mondom, hazafelé úton azon gondolkodtam, hogy hát ez hogyan mondja el a feleségemnek, igen. hogy egész úton hazafelé égen, valami ilyen és És hát végül hazamentem, kinyitottam az ajtót, és köszöntöttem a kedvesemet, és onnan szívem beszélgetnünk kellene. Azt mondta, hogy szerinte is. Uh -huh. Na mondom, mi történt. És, a, és kiderült, hogy ő ugyanezt értette meg otthon, az ő csendességében. Tehát fizikailag más helyen voltunk, de időpontilag pont ugyanazt értettük meg. És akkor ezt mondtuk, jó, akkor megtesszük. És uh -huh. akkor ezt a döntésünket, hogy elengedünk mindent, ezt elmondtuk a szüleinknek, barátainknak, gyülekezetbe, a lelkipásztorunknak és aztán így indult az életünk, hogy végül is megkeresett bennünket a menedék alapítvány, mert akkor ugye most ilyen 80-as évek végéről beszélek, Jöttem. és akkor 87-ben úgy alakult, hogy el is költöztünk Bodrogra, felszámoltam a vállalkozást, ami majdnem egy éven került, és a házunkat is majdnem beköltöztünk, de nem költöztünk be, mert majdnem kész lett, Végülis minden jól alakult, mert azt a szüleim átvették. Tehát úgy, úgy minden rendben lett, és akkor Bodrogra költöztünk a, a, egy albérletbe, a menedék alapítványhoz, és ott indult el egy olyan élet, ami egy nagyon kalandos élet lett. Hát ez volt a kezdet. Ez volt a kezdet, A szolgálatnak a kezdete. De nagyon érdekes dolog, amiről beszélsz. Ugye az, hogy az Isten megszólítja az embert, és nagyon sokszor úgy beszélgetek barátokkal és is, ismerősökkel, testvérekkel, vagy akár gyülekezeten kívüli, de őszinte Istenkereső emberekkel, vagy akár nem is Istenkereső emberekkel, hogy szeretnének, hogyha lenne valami ilyen, ilyen, ilyen bevillanás. Igen. Jaj, jaj, egyszer csak egy Meg, hatalmas igen. csoda, Fel, villám, akármi, pozitív értelemben igen. gondolom. És ahogy te is elmondtad, egy csöndes, hétköznap esti Isten tiszteleten, vagy otthon, akár a konyhában, vagy a gyermekkel való foglalkozás közben megszólal az Isten. És pont ezt szeretném, és szeretnénk azt hiszem közösen is, a szolgálatban is erősíteni, a kedves nézőkben is, és minden emberben, hogy itt van, az Isten megszólalt. Hogy higgyük el, hogy az Isten, aki megszólalt, és kinyilatkoztatta az ő akaratát, amit ami megiratott, az azért iratott meg, mert ez a milyen, hogy elmondtad, hogy az életedben egyszer megértetted, igen. hogy ez nem egy olyan tan, hogy igen, elmondjuk, megtanultuk hittanon, stb., a nagy hitbeli igazságokat, az mind hasznos. De akkor válik élővé, amikor az Isten De. személyesen megszólít. És ugye elindultatok a szolgálat útján, majd jött ez a speciális terület, mert sokan, hogy ismerik a motoros közösséget azért, ugye, nem feltétlenül a pozitív irány oldal, marcona, kigyúrt, nagy darab, Aki akár nem opasz, én akár hosszú hajú, sok tetoválással, bandaszerűség, stb. És itt azt olvasom, ugye a Galata levélből a, az ötödik fejezetnek a, a mottója az a fő üzenete, ami a közösségnek Igen. is a fő üzenete, hogy az igazi szabadság az a szeretetben való szolgálat, és ez is megiratott. Tehát ez egy örökké való igazság, hogy szeretetben szolgálni. De ilyen ilyen embereknek, tehát ez ez hogyan így össze. És hát még annyit hadd mondjak el itt zárójelben, mielőtt válaszolnál, hogy ö, kedves nézőknek is, hogy teljesen mindegy, hogy hogy olvassuk az igét, lehet könyvformában, csak ne szobadísz legyen, meg ne a polcon foglalja a helyet. Lehet, akár itt direkt hoztam a telefonon is, itt sokféle ö, módon van is ezen nekem, vagy 15 ö, különböző bibliafordítás. Van itt a bike, Bible, hát ez is egy olyan, ami, ami új szövetség motorosoknak. Tehát különböző embereket különböző formában meg lehet szólítani, csak az a lényeg, hogy az evangéliummal, ugye? És az evangélium megszólított benneteket, és most egy ilyen emberek közé, hát ez hogy van? Lehetnek mondva. Hát igen, tehát hogy azért azt tudni, tudni kell, illetve jó, ha elmondom, hogy, hogy, ez a megszólítása Istennek, hogy elmentünk a, a menedék alapítvány hívására Bodrogra, ez egy Somogy megyei kis falu, ez nem a motorozásról szólt, Igen. hanem Isten azért hívott oda bennünket, hogy a menedék alapítvány által, által, által kapott látásba, Igen. Isten által adott látásba beleálljunk, ami azt jelentett, hogy akkor az alapítvány már foglalkozott Budapesten hajléktalanokkal, illetve lányanyákkal, tehát ilyen Igen. Ez, tehát, rászorulókkal, és Bodrogon pedig egy olyan szolgálatot akartak elindítani, ahol a megelőzés, a prevenció volt a cél, ugye, hogy olyan gyermekeket családba fogadni, akik abból kikerültek, úgymond állami gondoskodásban élő gyerekeket, akkor ezt így nevezték, és ehhez kerestek olyan szülőket, akik ebbe a munkába, a szolgálatba beállnak, és mi erre mondtunk igen, csak aztán ugye ott fel kellett újítani azt a kurja épületet, tehát ott rengeteg dolog volt, még mielőtt ezt el tudtuk kezdeni, úgyhogy ezért is albérletbe kezdtük egy szoba szobába, és egy fürdőszoba konyha használati lehetőséggel. És így, így, így laktunk másfél évig, és készültünk arra, hogy beköltözhessünk abba a lakásba, ami erre a célra készül és még azon kívül három ilyen lakás készült abban a kúriában el. De a lényeg az, hogy ott végül is nekünk másfél év építkezés, ilyen felújítási, albérleti időszak után beköltöztünk egy nagy lakásba, és ott három hónap alatt a két gyerekes családból lett hét gyerekes család, és ez, ez volt az egyik ilyen rendkívül nagy kihívás, hogy volt, tehát az első napokban volt, hogy azt vettük észre a feleségemmel, hogy éhesek vagyunk, és rájöttünk, hogy elfelejtettünk ebédelni, mert az összes gyereknek adtunk, <laughs> meg mindenkit ugye elrendeztünk, és rájöttünk, ja, hogy mi még nem ettünk, azért vagyunk éhesek, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor hirtelen volt Öt ö, olyan gyermekünk, akit pelenkázni kellett. Tehát, hogy, hát. tehát ennyire kis pici korban érkeztek hát hozzá. Igen, olyan. és akkor ők, őket egész nagykorúságukig, tehát 24-25 éves korukig velünk voltak. Szakm tanultak, szakmát kaptak, illetve azt elvégezték, és akkor utána elkezdődött az önálló életük. Aha. És ugye még négy ilyen család érkezett Bodrogra, aztán később ott óvodai iskola, általános iskola, zeneiskola elindult megkockáztatom azt, hogy ez volt az ország első keresztény értékrendű, illetve keresztény hitvallású óvodája, általános iskolája és zeneiskolája, és aztán a falugodnoki szolgálat is az alapítványhoz került egy pályázat útján. Aztán az a megtiszteltetésért engem, hogy tíz évvel laktunk már akkor Bodrogon, és akkor felkértek a falu lakóinak egy része, hogy vállaljam el azt, hogy indítanak a polgármesternek, mert az meg hirtelen egy szívinfarktus miatt meghalt, és ugye egy időközi választás volt ez. És erre egyeztettem a, a, úgymond a gyülekezetünkkel, a tesókkal ott Bodrogon, illetve az alapítványnak a vezetőivel is, és mindenki azt mondta, hogy hát ez egy nagyon megtisztelő dolog, és ezt nem kellene lesöpörni az asztalról, hanem ha az úrtól van, akkor minden rendben lesz, és megválasztanak, hanem akkor meg majd ez megszűnik. És hát ez úgy alakult, hogy rendkívül nagy, ilyen 75 os többséggel megválasztottak polgármesternek, és így 13 évig voltam polgármesterre a falunak. És hogy miért mondom ezt el így? Hát azért, mert, mert ugye most egy zanzásított, tömörített változatot mondtam el egy 20 évről, de azt kell erről tudni, hogy miközben az ember úgymond szolgál, Éppen nem nagyon szeretem ezt a szót erőteljesen használni, mert néha már nem túl jól cseng, legalábbis olyan bizonyos szempontból, de most nem térnék ki, de maradjunk abban, hogy, hogy ilyen 20 évnyi szolgálati munka világába is bent van az ember, meg egy kicsit a közéletben, és akkor milyen, milyen hátterem volt, vagy volt, mik voltak a körülményeim? Hát az, hogy folyamatosan építkezés volt az alapítvány ingatlanain, épületein. Akkor a saját otthonunkat is felépítettük, ő ott Bodrogon. Akkor volt egy feleségem, kilenc gyerekem, a gyülekezetnek a vezetése akkor a feladatom volt, mert ott alakult egy, egy, egy gyülekezet is a faluban. Akkor az alapítványnak a helyi felelős vezetője voltam, azon kívül polgármester. <haz> Állásfalmozó lettél. Igen. igen. Tehát ez voltam, mint a. a Lásd csodát, elfáradtam. Én. <laughs> szóval, hogy igen. Az úrtól volt, de elfáradtam, mert az ember az el tud fáradni, és uh, érzelmileg is, meg fizikailag is valamilyen szinten. És akkor a barátaink uh, azt javasolták, hogy akik így jól ismertek, hogy keressünk annával egy olyan elfoglaltságot, egy közös elfoglaltságot, amit mind a ketten örömmel végzünk. Igen. Mert ugyan Anna szeretett a feleségem, és mai napig is szeret pecsvörközni, tehát barogatni, Igen. és ez, ez őt kikapcsolja, és ezt abban az időben is már így csinálgatta esténként, éjszakánként, hogy kikapcsolódjon. Nem az, hogy eladja, hanem kikapcsolódjon. És akkor hát nekem ugye egy hatalmas ötletem támadt, és akkor azt mondtam a feleségemnek, hogy ez egy szuper ötlet, és hát szerintem vegyünk -e egy motort. Hát tudod, uh -huh. engem motorral ismertél meg. Értem. Mert én ahhoz mentem először udvarolni. Tehát egy P21-esen volt abban az időben. Klasszikus. És én, És igen, hát ugye akkor az egy klasszikus panónia volt, egy sportmotornak számított. És onnan figyelj, ezzel ismertél meg, szóval ez, erre vágyódom azóta és hogy motorozhassak, csak ugye egy családgyerek, szóval egy gyerek, akkor ezzel nem volt lehetőség. És akkor 20 éves házasság évfordulónkra vettünk egy 600-as suzuki és akkor elkezdtünk együtt motorozgatni. És akkor azt mondtam a feleségemnek egy év múlva, hogy figyelj szívem, sokkal jobb előlülni, mint hátulutasnak, úgyhogy Aha. szerintem vizsgáz le. Aha. És addig-addig mondogattam neki, míg végül is 42 éves korában megszerezte a nagy motorra, a jogosítványt, és akkor végül is nem folyamatosan, de amikor anyagilag éppen úgy álltunk, akkor mindig egy idősebb motorja neki is volt, amivel tudott motorozni, tehát így két motorral tudtunk motorozgatni. Na szóval, hogy hogy a szolgálathoz ez is hozzá tartozik, hogy igen, az úrtól van, és naponta ad erőt, mert megígérte, és ez működik. Tehát az Isten igéjében, ami meg van írva igazság, meg ígéret, az működik még akkor is sokszor, ha nem hisszük el, még akkor is működik. Nekem vannak ilyen megtapasztalásaim, és, és itt is működött, hogy, hogy, adott erőt naponta. Mert igaz, hogy rosszul lettem, de kiderítették, hogy semmilyen szervi probléma ezt nem okozza, hanem ezt egyszerűen a kimerültség és az idegrendszernek a fáradtsága okozza. Tehát jó jött ez a motorozás. És ugye Zajlott az élet, mentek ezek a felelősségek, feladatok, nem szűnt meg, csak a gondolkodásmódom egy kicsit átalakult más szempontból is, mert ez egy kicsit a házasságunkra is kitért, illetve hát adott feszültségeket ez a De. sok feladat. Ha esetleg kell, akkor elős egy rövidet megosztok, ha úgy gondolod majd. Na, a lényeg az, hogy, hogy a motorozás az úgy jött, hogy miközben ezek a feladataim voltak, tettem a dolgomat, és amikor elfáradtam, akkor bementem a garázsba, kitöltem kitoltam a motort, elmentem, másfél órát kiszellőztettem a fejemet, visszatámasztottam a motorot, átöltöztem és visszamentem a dolgomat végezni. Tehát, hogy ez így nekem is felüdülést adott. És aztán miközben így motorozgattunk, motorozgattunk, kiderült, hogy hát egyrészt a rokonságunkon belül is van, olyan, aki keresztény és motorozik, illetve az ismeretségi körünkben is van, és akkor így beszéltünk erről, hogy milyen jó lenne, hogyha egy találkozgatnánk, és együtt néha gurulgatnánk, és, és, akkor így elkezdtünk találkozgatni Bodrogon, tehát meghívtam azokat, akikről tudtam, illetve a motorrevű magazinban, ami egy motoros magazinújság, havonta jelenik meg, mai napig is megjelenik, abban megjelent egyszer egy hirdetés, hogy, hogy egy srác keresztény motorosokat keres, velük fel szeretné venni a kapcsolatot, mert ugye abban az időben én is megvettem ezeket a, ezt a magazint, és akkor írtam neki, hogy hát mi is vagyunk. Na és akkor vele is találkoztunk, ő Budapest környéki, és aki kibővült a kör, és akkor így egyre többet motoroztunk össze, bizonyos helyeken, ahol éppen, szóval, ahol laktunk, ott egymást meglátogattuk. És akkor így ez, ez, jó volt, mert motoroztunk is, közösséget is gyakoroltunk. Ha volt olyan gyülekezet, aki ahova éppen a tesó tartozott, akkor ha szívesen láttak bennünket, akkor elmentünk hozzájuk vasárnap. Tehát így nagyon jó kis baráti társág alakult ki, és így együtt motorozgattunk. Tehát így indult ez, a, ez az egész történet. Nem, nem missziós célal, nem megszólított az Úr, hogy most akkor menjetek missziózni mm -hmm. motorosok közé, hanem egyszerűen egy szükségből, és aztán elkezdtünk motorozni, találkozgatni, és szépen lassan egy hét év alatt, körülbelül egy hét év alatt rávezetett Isten és felkészített bennünket arra, hogy készek legyünk elmenni motorosok közé is. Tehát, hogy ez egy szépen... Hát így nyílt ki akkor a szolgálat, így lehet van, azt mondani, és igen, hogy a felismerés ez is igen, a és ez egy folyamat volt, igen, Értem. igen. És akkor így kezdtétek igen. el. És akkor egy egyrészt hivatalossá tenni azt is, hogy ti keresztény motorosok van, vagytok igen. a motorosokon belül, így már a motoros társadalma, lehet így, így van, mondani. Így van, és, és üzenetet is van a többiek igen. felé. Igen. igen, és akkor hát ez így alakult, hogy a, ez a 12 ember megalapította, akik egyébként úgy általában nem ismertük egymást előtte, hanem az a motorozás ja. és a hitünk hozott össze bennünket, és, és, amikor így szépen lassan felkészültünk, mert ugye azért itt a katolikustól kezdve a, a protestáns nagyegyház és a, a baptista és a pünkösdi és a karizmatikus és a, szabad keresztény, szóval itt minden itt van közöttünk, minden felek, szinte minden felekezetből legalább egy tesó van, és, mm -hmm. És hát ez azt jelenti, hogy, hogy azért ember, az ember az ember, és az öntudatos ember az nagyon öntudatos hmm. tud lenni, és akkor a Bibliában viszont ez van megírva, úgyhogy elő szoktuk húzni eleinte ezt a kardot, és akkor úgy jók kis pengeváltások voltak a teológiai különbözőségek mentén. Hát akkor ezek szerint először belül is rendet oh, kellett igen, tenni, igen, hogy. Igen. Az szolgálni az van, hét felké... igen, igen, ez igen, a 7 év felkészülés. És Én. akkor ez egy jó pár évig, legalább három-négy évig folyt Én. ez a... Amikor találkoztunk, azért mindig egy, egy ilyen csörtele zajlott közöttünk, és már nagyon fárasztó volt. Én. És uh, egyszer Isten adott nekem egy ilyen gondolatot, hogy, uh, hogy gondolkodjak már el, el ezen, és vegyek bátorságot, és a tesóknak is mondjam el, a srácoknak, hogy biztos, hogy jó ez így nekünk, hogy amikor találkozunk, akkor az örömünket kicsikét bárnyékolja az, hogy hogy a katolikus meg mondjuk a protestáns alap különbözőségeket ütköztetjük. Okay. Egyébként nem tudunk rajta változtatni, de jó, ez nekünk, hogy ezen vitatkozunk. És akkor én az Isten azt mondta nekem, hogy ez nektek nem jó. És nem is ez a lényeg, hanem azt, azt kezdjétek el megnézni, hogy mi köt össze benneteket. És akkor ezt így elővezettem a tesók elé, a srácok elé, és akkor beszélgessünk, hogy mi köt össze bennünket. És akkor egy hatalmas felismerésünk volt, hogy jé, két dolog. A teremtő Isten vetett hit és a Jézus Krisztusba vetett hit, a megváltónkba vetett hit, tehát ez az egyik, a másik meg a motorozás. Akkor mit, mit ragozzuk mi ezt a teológiai különbözőségeket, és akkor eldöntöttük azt, hogy erre fókuszálunk, ami összeköt, ami szétválaszt, azt mindenki hagyja otthon. Tehát eldöntöttük, egy tudatos döntés volt az, hogy amikor találkozunk fizikálisan, vagy éppen fellépünk az oldal, a weboldalunkra, írogatni, mm. cset akár csetelgetni, akkor mindenki otthon hagyja a teológiai, gyülekezeti meggyőződését, és majd ha hazaért, akkor előveheti. Mm. Értem. De amikor találkozunk, akkor ezzel nem foglalkozunk, és elkezdett működni. Tehát letisztogatta rólunk Isten azt, hogy ne, ne arra nézzünk, ami szétválaszt, mert az embereknek, úgymond a külvilágnak pont ebből van elege. Igen. És akkor hogy fogadod benneteket, a, ha úgy tetszik ez a motoros társadalom, amit már itt. Igen. Felvezettem, hogy sokszor milyen képek élnek Igen. a motorosokról. A... Igen, Na, nagyon jól fogadtak, meglepő módon, mert aztán akkor az a folyamat elindult, hogy hogy ezek ugye ezek vannak, ezek a jelképek Igen. Itt elől nekem, meg hátul. Tehát azt tudni kell, hogy a motorosokat ez különbözteti meg. Tehát ha én ránézek egy mellényes pickóra, akkor tudom, hogy ők, ő honnan melyik csapatból való, be tudom azonosítani. Már csak azért is, mert ezek úgymond köröztetve vannak motorosok között. Tehát tudunk arról, hogy mondjuk Magyarországon milyen csapatok működnek, és, a, és tudunk egymásról. És meg van, akikkel meg rendszeresen, mondjuk akik itt Pest környékén vannak, léteznek, azokkal rendszeresen is szoktunk beszélgetés szinten találkozni. Na, a lényeg az, hogy hogy bemutatkoztunk azoknak, akik már működtek, azoknak a motoros kluboknak, és elmondtuk, hogy kik vagyunk, és hogy szeretnénk egy ilyen jelet mi is viselni, hogy mi erről a véleményük, és akkor megnézték, megvizsgált, megbeszélték, és azt mondták, hogy rendben van, viselhetjük. Aztán két év múlva ezt a hátamon, ami van, az a nagyobbik, azt a hátfelvarrót, azt is egyeztettük velük, és akkor azt is tudomásul vették, hogy az is van, tehát a lényeg az, hogy a bal oldalon ez a motoros úgymond azonosító oldal. Tehát, hogy ez ide más nem lehet rakni. Tehát, hogy mi a nevem, mi a, a, be, a feladatom, felelősségem a csapatnál, ez a logom, és hogy magyar, magyar vagyok, hmm. és a hátamon pedig ennek egy egyszerűsített változata. A jobb oldalon mindenki azt rak, amit akar, és én úgy döntöttem, mert ez nálunk nem kötelező, a igen. csapaton belül sem, hogy én itt a meggyőződésemet rakom ki. A hitvallásodban. Hitvallásod, igen. Teljesen jó. Igen. Tehát ha ránéz valaki, kénytelen elolvasni. Betud azonosítani igen. motoros szaktől pontjából is minden szempontból. Na, tehát ez, áll, ez a bemutatkozás égen. nagyon jól sikerült azért, mert a motorosoknál a, az, hogy tiszteletet adunk a másiknak, függetlenül attól, hogy egyetértek-e vele, vagy olyan mm. életvitelem van-e mindenki, az mindegy, de tisztelem őt, mint embert, mint motorost, mm. és, és ez egy fontos szempont. És ők, ők ezt így vették, hogy mi odamentünk és bemutatkoztunk, és elmondtuk, hogy mit szeretnénk. Ezzel megtiszteltük őket, mert ők előbb működtek már, mint mi. Tehát, Értem. hogy ugye ez egy ilyen iratlan dolog a motoros kultúrában, és és meghívtak bennünket, attól a perctől kezdve mindig jöttek a meghívások a klubházukba, nyílt napokra, különböző rendezvényekre. És és egyszer elkövetkezett az a, az, az időpont, amikor hát úgymond <coughs> meg kellett kérdezzem a, ezeket a motoros csapatokat, klubokat, baráti társaságokat, hogy mit várnak el tőlünk. És ennek az volt az oka, hogy amikor ugye ezek így felkerültek ránk, akkor egyrészt a csapaton belül is volt, hogy, hogy hát, hát, mit fognak tőlünk hmm. elvárni, hogy, hogy majd mi azt tudjuk-e vállalni, mert riogattak bennünket egy-két dologgal, mert az biztos ilyen lesz, meg hmm. biztos olyan lesz. És mert ugye a feltételezésekből, sztereotípiákból. Nem bár. mindenhol az evangélium igen, el, igen. Igen. És hogy akkor majd biztos, és akkor hát mondom, és fiatek srácok, és ugye a kül külvilág is, úgymond a hívő testvérek is is volt erről véleménye, azzal együtt, hogy fogalmunk nincsen, hogy milyen a motoros szubkultúra, hogy így mondjam. És akkor mondtam, figyeljetek, srácok, nem kell ezen sokat gondolkodni, meg vitatkozni, a kérdezés az ingyen van. Így van. Úgyhogy amikor legközelebb találkozunk a klubokkal, baráttársakkal, megkérdezem, hogy mit várnak el tőlünk. És mi volt az elvárás? Ezt az és ez és ezt is. így fe kértem szót egyszer, megköszöntem az ő barátságukat, kedvességüket, hogy ezt megengedték, meg tudomásul vették, meg hogy befogadtak bennünket, és lenne egy kérdésem. Mit vártok el tőlünk? És azt látni kellett volna, hogy megdöbbent arcuk nem értik a kérdést. Tehát, hogy, hogy nem értik, hogy mit akarok kérdezni. És akkor egy, egyiknek leesett a, a tantusz, hogy így mondjam, és egy roppant egyszerű választ adott. Azt várjuk el tőletek, hogy gyertek közénk. És hogyha itt hogy a keresztények mondjátok magatokat, akkor éljetek úgy. Az egy döbbenetes dolog. Ezt el. Mert nagyon egyszerű <laughs> egyébként, és az jó, hogy elmondhat, mert ugye sokszor tényleg ez van a keresztény emberben, hogy hogy elképzeli, hogy a másikban milyen gondolatok vannak, milyen elvárások vannak, és annak szeretne megfelelni. És hogy ez nem új keletű dolog. Ugye azt olvassuk a Szentírásban, itt hadd had idézzem újra, mm. mert hát azért azért van a szentírás, hogy átéli, direkt most a telefont veszem elő, hogy ez ebből is se van. legyen probléma, a telefonon is lehet szentírást Igen. olvasni. Az apostolok cselekedetében olvassuk, hogy amikor Cornelius, akiről azt olvassuk, hogy az itáliai csapatnak a századosa, Igen. hát egy római. római százados, itt az elnyomó hatalom, megszállók, stb., de istenfélő lesz valahogy, Megszólítja az Isten, és ezt gyakorlatban is kifejezi, elküld Péterért. Péter elmegy hozzájuk, és azt mondja: Péter, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ugye ezt is nagyon nehéz sokszor levetkőzni és mondjuk ki őszintén, akár még híve embereknek is, hogy ne legyünk személyválogatók, meg előítéletesek, hanem éljük meg egyszerűen a Krisztusi hitünket, és fogadjuk már el, hogy az Isten nem személyválogató, azt is ismerjük, hogy igei igazság, hogy mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az igazság ismeret, ugye Jézus mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hadd legyen neki is élete, na de akkor is, hogyha, ugye, gondolom ez úgy nem úgy is ki, mint megfordult. Én. Igen, igen. <laughs> igen, akkor is, akkor is, hogyha nem úgy néz ki, mint én. Éppként ez a, ez a, hogy Jézus, tehát én vagyok az út, az igazság és az élet, és a, a János János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszerűen fiát adta, hogy aki hisz, elneveztem, örök élete legyen. Ez, ez a kettő igen, két nagy molinó Megvan, el van készítve, hogy másfélszer két és fél méteres, és a pavilonunkban, amikor ilyen motoros és egy rockfesztiválokra szoktak bennünket meghívni, ezzel a beszélgető zóna szolgálatunkkal, akkor ez oda ki van feszítve, és elolvassák. Tehát lehet látni, hogy mennek az emberek, és észre, akkor éjszaka lelassít, és szépen lassan megy, olvassa, mind a kettőt. Van, aki oda szaladt, hogy szabad egy fotót készíteni, tehát mert annyira uh -huh. megtetszik. Van, aki gondolom betér beszélgetni. Igen, és akkor ugye sokan be is jönnek beszélgetni, és akkor ezeken a beszélgetéseken, itt, ha már zárójelben mondhatom, hogy ezt a Biker Bibliát szoktuk átadni, uh -huh. ami ugye azért Biker Biblia, mert a mély, egyrészt a mérete, ugye ez egy belső zsebbe befér, Annyi, tehát hogy annyi, még annyi, hogy a design, tehát ahogy kinéz, ez, ez minden nyelven ugyanilyen. Csak az a kis aprócska kis újszövetség motorosoknak, és az ászló különbözteti meg, hogy éppen melyik nyelvű kiadást tartja valaki a kezében, mert belül viszont már ugye mindegyik az adott nyelven van. A fehér rész, hogyha így látszik a kamerában, az egy egyszerű fordítású új szövetség, Igen. és itt ami kicsit sötétebb az elején és a végén, az pedig keresztény motorosok, különböző nyelvterületről, magyarok is vannak közötte, azoknak a rövid élettörténete, hogy ki hogyan tért meg, miért keresztény, miért, miért keresztény és motoros, tehát ilyen élettörténetek, bizonyságtételek vannak benne, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon népszerű a motorosok között, ez már a második kiadás. Tízezer példány lett eddig, vagy 15 kinyomtatva, mm. és ennek az zöme Magyarországon lett kiosztva, szétosztva, illetve ajándékba átadva a motorosoknak, adományokból van finanszírozva. Ezt a Biker Church nevű, hát európai szervezet gondozza ezt a kiadványt. Ők szervezik, ez a, hát a keresztény, Európában működő keresztény motorosoknak egy laza szerveződéséről ja. van szó. Két, két igei ifjúsági üzenet jutott eszembe. Az egyik a Sámuel könyvében van megírva, hogy amikor oda megy Isai házához, majd oda küldi Isten, hogy ott kell a királyt kiválasztani. Igen. És ott jönnek a, a, a nagydaliák, valami, és nagy Sámuel azt mondja, hú, ez milyen derék ember, szép, termetű, erős, stb. Biztos -e? És akkor megszólal Isten, hogy, hogy nem. Az ember azt nézi, ami a szem Szeme előtt van. van. Az Isten meg azt nézi, ami a szívben van. És akkor ezeknek az embereknek is ott a szíve. És nagyon sok embernél látjuk, hogy a legnagyobb problémát az Isten hiány. Az Isten hiány adja. És a másik igen, ami eszembe jutott, ahogy beszéltél, az, az a, a pálapostoli meggyőződés, hogy nem szégyellem az, evangélium. az evangéliumot. Mert erre van szüksége az embernek, mert ahogy te is elmondtad, felismertem. Aztán megbotlottam, megszédítette a, a világ. Aztán láttam, hogy nincs más út. Ugye ez ez a az az üzenet, ami utána ott ízik itt az van. ember szívében. Igen, és oda jönnek az emberek, és így beszélgetnek. Van, aki finoman kötekedik, ilyen is előfordul, mm. de alapvetően általában előbb-utóbb az emberek megnyílnak. Tehát itt, hogy így visszakanyarodjak, tehát ugye az én hívő életem, ahol szocializálódtam, hogy így mondjam, az, az az, hogy arra tanítottak, hogy mindig legyél kész elmondani azt, hogy, kicsit, tehát, hogy Jézus Krisztus mit végzett az életedben, és ugye, hogy mindig legyek kész, tehát nekem erre törekednem kell. És, és aztán megértette velem Isten, illetve a csapatunkkal, hogy nekünk arra kell készen lennünk, hogy meghallgassuk az embereket, és ezért lett a neve a beszélgető zóna szolgálat, mert oda, oda jönnek az emberek, és mi bármiről elkezdünk velük beszélgetni, ez ki is van írva arra a nagy Molinóra, Istenről is az utolsó sorban, nem az, mert ő van az utolsó helyen, hanem róla is. És meg, megértettük azt, hogy hogy az, hogy az embereknek abból elege van, hogy én oda megyek és le akarom neki a tolni a torkán azt, hogy én mit akarok neked elmondani. De ő meg szeretné, ha valaki meghallgatná. Mm. És ezért mi hallgatunk. Ő beszél, Hallgatunk, és amikor kérdez, mert előbb-utóbb feltesz egy kérdést, mert azért jött oda, hogy kérdezzen, Igen. csak ugye neki le kell bontani azokat a feszültségeket és a. egyebeket. És amikor kérdez, akkor meg megadja a jogot, hogy azt mondjam el, ami a szívem szerint a meggyőződés, mert ő elolvasta, hogy ez a magyar keresztény motorosok közösségének a pavilonja. Igen. Tehát, hogy ő, ő nem számít másfajta válaszra, hanem arra, hogy ez egy keresztény embertől fog jönni egy válasz, és ilyenkor viszont elmondhatom azt, hogy Jézus Krisztus által mit végzett el bennem Isten. Mm. És, és ugye ez neki is egy megoldás lehet, erről lehet beszélgetni. És ugye itt ezek a, ezek a papilomban levő beszélgetések nem azt jelenti, hogy ott rögtön a megtérők imáját el lehet yeah. mondani, meg megtérés lehet hívni, mert lehet, hogy nem is fog a többet találkozni azzal az emberrel, hanem egyszerűen lehet bátorítani, lehet érte imádkozni, mm. ö, ki tudom fejezni neki azt, hogy nekem fontos vagy annyira, hogy, hogy rászántam ezt az öt napomat, hogy itt legyek, bék, hallgassam azt a 16 darab koncertet, ami nem biztos, hogy az én zenei is, ízlésem szerint való, és, hogy, és akkor utána meg oda és akkor beszélgetek veled. És a többi csapattag is nyilván ilyen, mert a négyen, öten, hatan szoktunk általában egy-egy ilyen programon részt venni. Na szóval, hogy, hogy az emberek azok nagyon vágyódnak arra, hogy, hogy legyen spirituális élményük, mert, mert, az elmondásuk alapján vágyódnak rá. Értem. És a, 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 keresztény hit, tehát a Jézus Krisztusról szóló örömhír, azt, azt nehezebben tudják emészteni. Tehát volt, aki nekem elmondta, hogy én hiszek Istenben, még. Mert hiszem, hogy ő a, a teremtő, mert mindenható Isten, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Uh -huh. Ezt ilyen direkt megmondja. Igen. Pedig az új üzenet. És akkor erről lehet erről szól. beszélni, hogy én miért tudtam vele Igen. mit kezdeni. És hogy? És és hogy. Ugye? hogy. Igen. mint keresztül. Igen. Hát, kedves Kornél, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy eljöttél. És az fogalmazódott meg bennem, hogy valószínű, hogy folytatjuk még. Hogyha. <laughs> Te is úgy szeretnéd, hogy menjünk tovább ezen az úton, hogy, hogy, hogy mit tapasztaltatok konkrétan mm. ezek során, a beszélgetések során. Köszönöm szépen még egyszer. És köszönöm a lehetőséget. És kedves nézők, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és Isten szeretetébe ajánlunk mindenkit, mert szeretnénk, ha megismerné, és ezt a szeretetet, hogy megjelent az Úr Jézus Krisztusban. És motorozáson innen, ugye motorozáson túl mindenkinek szól ez az üzenet. És ezt az üzenetet szeretnénk őszintén, szeretettel átadni, és kívánjuk, hogy Isten áldása legyen a kedves nézőkkel a viszontlátásra.